Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gondolom senkinek nem fog rettentő problémát okozni, hogy kitalálja, miről lesz szó. Axil. Ez egy viszonylag új disztribúció, árcsalapú disztribúció, kifejezetten ablakkezelőkre kihegyezve, azaz i3, BSPVM, DVM és más eszközöket tudunk használni. Nem magyar lesz a felület, nekem az automata fordítás be van kapcsolva, tehát nehogy valaki keresse a magyar nyelvet. Mi az Axil? Van egy kis agitprop szöveg, ablakok csempézése, na ha persze, van a szilárd szoftver, na ja, működik, természetesen minimális alapja, ezt mindenki el tudja magáról mondani. A felületek, amiket fel tudsz rakni, ablakkezelők, az i3 GAPS. Ez nagyon fontos, nagyon szépen működik, BSPVM, ez is egy elterjedt felület, ablakkezelő, DVM, X-Monad. Ez a kettő pedig egy kicsit már a haladóknak való. Azért szeretem, illetve azért tetszett meg ez a telepítési dolog, mert több felületet egymás mellé fel tudunk rakosgatni és váltani. Azaz, hogyha azt mondod, hogy nem tudod, hogy mit szeretnél használni, mert mindegyik egyformán idegen, vagy te például a BSPVM-et használtad, de azért kipróbálnád az X-Monadot is, vagy a DVM-et és a többit, akkor értelemszerűen felrakod az összeset, van egy bázisod, ott van az i3 vagy a BSPVM, ami viszonylag könnyen használható. Könnyen konfigurálható, de vissza tudsz váltani az X-Monadra vagy a DVM-re, ha azt szeretnéd kipróbálni, és ha mégis tetszik, akkor megtartod, konfigurálod, de hogyha azt mondod, hogy az X-Monad konfigurációja az a jó hosszú fájl, amiben ide-oda mindenféle dolgokat kell tenni, vagy a DVM, ami kifejezetten elmondottan nem kezdőszint, és a felületük olyan, a beállítás olyan, a fordításuk olyan, mármint a programfordítás és fejlesztés és pecselés olyan, hogy nem kezdőnek való alapesetben, természetesen akkor, ha tetszik, használod, próbálgatod, ha nem tetszik, akkor visszamész, visszaváltasz indításkor a másikra, amit szeretnél. Mi az, ami még fent van? Van a Qtil, a Spectrum, meg a LeftVM. Ezek kevésbé ismertek, mind a három jó. Ebből kettőt kipróbáltam, mind a három nagyon jó, és nagyon kényelmesen lehet használni, de az az igazság, hogy egyik sem váltaná le nálam az i3 VM szerelmemet, és hogyha már bonyolultabbá szeretném tenni az életemet, akkor a másik nagy kedvencem az X-Monad lenne az, amit én használnék. Azaz ez nagyon szép, nagyon jó, és mi van ideírva? Kipróbáltam az Axil telepítést, hú, de nagyon jó, frankó fut, mindegy Ferrari, és egyáltalán nincs probléma, hozzáteszem, én, úgyis látni fogjátok, QEMU-ba telepítettem, egy picit nyúztam, kinoztam, piszkálgattam szegényemet, és valóban a kisgép telepítés, tehát 2 gigás memória telepítésnél nagyon szépen működött, úgyis látjátok, rögtön válaszol a gép, tehát rögtön tud váltani, rögtön működik minden, természetesen, hiszen ez árcsalap, ablakkezelő nem fog nagy gépet igényelni, nem zabálja fel az erőforrásaidat. Megyünk lemegyünk, letöltés, Discord, illetve a GitHub oldal, hogyan kell telepíteni, billentyűzetek, ezt folyamatosan elmondom, meg látni is fogjátok, hogy bizony a billentyűzetekre kattintva mit kapunk, megkapjuk a billentyű kiosztást, azaz a gyors billentyűt, fontos! Ha valamelyik mellett döntesz, és 0 kilométeres ablakkezelő használó vagy, és először telepítetted, ezeket kinyomtatva, kiírva, kimentve, megjegyezve, másik gépen nézegetve, vagy esetleg az Axil alatt megnyitva a böngészőt, mert kapunk hozzá böngészőt, értelemszerűen ezeket meg tudod nézni, tehát gyorsá tudod tenni a használatba vételt, mert a legtöbb embernek az a problémája, hogy nincs leírva sok esetben ilyen részletességgel az ablakkezelő irányítására szolgáló gyors billentyű. Ennyi, megvan, megkapjuk. Visszamegyünk ide a GitHub oldalra, és meg fogjuk nézni a leírás végig pörgetett, ilyen lesz látod. Értelemszerűen szépen néz ki, telepítés, megmutatom, ezeket tudjuk telepíteni, globális billentyűket kiszedegették,
És elmondja, itt alul gyorsan ellapoztam, hogy értelemszerűen van egy Discord szerverük, és az ArchWikit értelemszerűen lehet használni, gyakorlatilag egy előre konfigurált Archot kapsz, nincsenek benne plusz programok, csak a konfigurációk, beállítások, kinézet, működés, állományokat készítették ők el, tehát natur Archot fogsz kapni, nincs ebben semmi egyéb problémád. Amire rá szeretnék mutatni, és egy fontos dolog, itt van a forráskódja. Azaz bele tudsz nézni azokba a dolgokba, ami az ISO fájlba van, azaz ellenőrizni tudod első körben, hogy milyen programok azok, amik felkerülnek, és milyen telepítési skripteket használ, mi az, ami változtatásra kerül. Értelemszerűen nem fogod napi szinten ezeket turkálni, mert felteszed, aztán látod, hogy milyen program van, de meg tudod nézni azt például, hogy a pakkok, a csomagok micsodák, azaz végignézheted, hogy milyen csomagok kerülnek föl. Fölkerül a nano is például, nézzük meg mindenféle dolgot, ha van olyan, ami számodra fontos és elvász, hogy alaptelepítésbe bent legyen, azok megvannak itt, itt vannak a konfigurációs fájloknak a nevei, mármint azok, ami axillal kezdődnek, és végig lapozgathatsz, hogy mi az, ami számunkra kell. Gyakorlatilag nagyon kényelmes ez, nagyon kényelmesnek találom azt, hogy látjuk, hogy mi kerül fel, és mi az, amire igazából számíthatunk. Azaz, látod, hogy mi kerül fel, vannak képecskék arról, hogy milyen lesz, és ráadásul nagyon egyszerűen, nagyon jól összeszedetten, könnyen kimásolható és kinyomtatható a gyors billentyűzet. Na, nézzük is meg, hogyan is működik. Letöltjük, a QEMU-ba fogom bemutatni. Na, induljunk is neki a telepítésnek. A letöltés után, ha tetszik ez a rendszer, ki kell próbálni, hogyan. Természetesen úgy, hogy valamilyen virtuális gép készítő eszközt használunk, azaz nem natív telepítésbe tesszük fel. Miért nem rakjuk fel rögves natív telepítésbe? Ennek két oka van. Az egyik az, hogy én azt nem tudom rögzíteni, azaz nem tudom bemutatni a rendszert úgy, hogy telepítés közben van. A másik oka természetesen az, hogy nyilván azt rakunk fel egy gépre natív telepítésre, amit használni is akarunk. Annak nincs túl nagy teteje, hogy 500 darab disztribúciót kipróbálunk, egyiket hétfőn feltesszük, de már kedden reggel a másikat keresgéljük az interneten, mert az biztos jobb, az előző vacak, más szavakat szoktak erre használni, ki kell próbálni, nem utólag sírni, hogy nem működik, hanem egy QEMU-val vagy egyébbel kipróbálni. Nyilván ilyenkor a hardware támogatást nem fogod meglátni, de meglátod azt, hogy hogyan telepítesz, tudod-e a telepítés lépcsőit, illetve azt is meglátod, hogy tetszik-e neked. Az emberek, főleg a kezdők úgy indulnak neki, hogy tetszik-e, hogyan néz ki az asztal. Jó disztribúció az, ami tetszik neki, és úgy néz ki, hogy ő elgondolja, rossz disztribúció az, amelyik nem tetszik neki. Gyakorlatilag ezek azok, amiken változtatni kellene. A jó disztribúció az, ami jól működik a gépeden. Hogy hogyan néz ki, az már utána a te fantáziád. A te lehetőséget, hogy beállítsd, nézzük is meg, hogy az axil hogyan működik. Azaz, el is indítom a telepítést. A telepítés elindul, lehet választani az, hogy egy BIOS, azaz alapgép, illetve NVIDIA-s videokártya legyen rajta, gyakorlatilag én a BIOS-osat indítottam el, ahogy lehetett látni, és azért beszélek ennyit menet közben, hogy amíg elindul a telepítés, odáig se legyen üres rész, ahogy lehet látni, automatikusan villámgyorsan elindul, azaz pár másodperc alatt el kell döntened, hogy NVIDIA-d van, vagy nem, azaz utána feldobja az asztalt. Nagyon kellemetlennek tartom azt, hogy ilyenkor egy üres képernyőt kapunk, illetve nem azt látjuk, hogy futnak a betűk. Igaz? Mert az ember első pillanatban megijed attól, jaj, nem indul. Na hát itt most már, hogyha engem néztek, tudjátok, hogyha üres monitort kaptok, nem láttok semmit, akkor természetesen működik mögötte a telepítés, pár másodperc, pár perc kell hozzá. 10-20 másodperc alatt, hogy lehetett látni, feldobta magát, és elindul, tehát nem kell pánikolni, elindul, és rögtön az asztalt fogod megkapni.
Az asztalon mit látunk? Látunk egy bárt, ami egy nagyon kényelmesen használható pár dolgot kíró bár. Igazából, hogy kéri a memóriát, a lemezterületet, ami 5 gigabájtos, az egész kellemes, illetve kéri a CPU használatot, ami fontos a hangerő, illetve a dátum. Azaz kapunk egy olyan bárt, amin rajta van az elvárt akármik, tehát amiket megszoktunk, nem tettek föl semmi olyan extrém dolgot, ami számunkra azt adná, hogy most elcsodálkozzunk, de legalább jól néz ki. A színharmónia jó, az, hogy tetszik valakinek vagy nem, vagy azt gondolja, hogy ezek a színek ilyenek, olyanok, az teljesen mindegy, mert harmonizál. Tehát nem egy összecsapott munkát kaptunk, hanem egy harmonizáló dolgot, ami engem rögtön meg is fogott, az, hogy itt kiírják a gyors billentyűt. Miért? Mert hogyha te felraksz egy ablakkezelőt, az első problémád az lesz, hogy hogyan fogsz te abból kilépni, hogyan fogsz te indítani valamilyen terminált, hogyan indítasz böngészőt, hogyan indítasz akármit. Teljesen mindegy, hogy ezek az akármik a böngésző micsoda, vagy éppen a terminál az Alacrity, illetve a Ranger a fájkezelő, Tunár a fájkezelő, amelyiket választod, az teljesen mindegy. Lényeg az, hogy eléd teszik az információt, hogy hogyan lehet használni. Itt érdekes módon, és ezt jobb, hogyha megszokjátok, menet közben is, és sok rendszer működik itt, van egy start menünk, ami a start menü gyakorlatilag egy ilyen D-menüszerűséges valami, ahol begépeled azt a szót, hogy Firefox, és kikeresi neked olyan program, hogy Firefox, azaz erre figyeljünk, nem a megszokott ikonkás csoportosítást kapod itt a telepítés előtt, utána azt telepítesz fel, amit akarsz, hozzáteszem. Természetesen, hanem ezt. Nagyon jó dolog ez, mert már bevezet abba, hogy nem biztos, hogy ikonokra való kattintgatás, meg egyéb indítja el a dolgokat, hanem, hát bizony egy kicsit oda is kell figyelni. Na, csukjuk be, kitérő megvolt. A következő kérdés, hogy mit szeretnél, elindítani a telepítőt, vagy egy ilyen debug mód, ilyen ellenőrző, tesztelő módos, valamit szeretnél indítani, nyilván valami telepíteni szeretnénk, és el is indítjuk a telepítést. El is indult a telepítő. A szokásos nyelvkiválasztás után megkeressük azt, hogy magyar. Hol van a magyar? Van magyar? Mindjárt kiderítjük. Hát nekünk nagyon fontos, hogy legyen magyar, és van is, általában ezen a felületen szokott lenni. Ha véletlenül zavar az, hogy az ablakot ő eltakarja, bár ott nem lesznek olyan információk, odébb tudod mozgatni. Oké, következőre lépünk, megvan a magyar. A drivereket kiválasztjuk, én már az előbb megtettem. Természetesen AMD GPU van fent a gépemen, ezt kell kiválasztani, de te azt választod ki, ami a te gépeden van, mindig rá tudsz kattintani, arra, amit kiválasztasz, rákattintasz és bepipálod, azaz azt teszed föl, ami számodra fontos és hasznos, ami fent van, nem mást, az, ami fent van. Nagyon figyelj, nem fog indulni rendesen a géped, hogyha te véletlenül mást választasz, problémáid lehetnek, utána mehetsz terminálozni. Oké, kiválasztottuk, következő. Milyen felületet szeretnénk felrakosgatni? Hát, ahogy lehet látni, 7 féle ablakkezelőnk van. Van kevésbé ismert, és van természetesen olyan, amit mindenki ismer. BSP VM, DVM, Qtilk, Xnomad, Spectrum VM, illetve hát a kedvencem az i3 VM-et rakják fel, ami nekünk nagyon fontos. Ahogy lehet látni, oda van írva, hogy Axil i3 VM, azaz ők már ezt előre beállították, és többet is ki lehet választani. Erre nagyon figyelj, ez egy nagyon jó dolog, mert hogyha nem azért teszed ezt fel, mert az Axilt akarod használni, hanem egyetlen egy célod van kipróbálni ezeket az ablakkezelőket, akkor fel kell rakni a megfelelő kiválasztott pár darabot, és utána eldönteni, hogy melyik tetszik, illetve melyik nem tetszik neked. A lényeg az, hogy én most kiválasztottam 3-at, 1, 2 és 3, és a következőre bökök, igazából jönnek a saját dolgaink, Budapesten lakunk, igen, magyar billentyűnk van, igen,
és a lemez törlése, illetve a manuális particionálás nyilván egy darab lemezen van, így nem fogok nagyon vacakolni a manuális particionálással, megnézem, hogy a lemezt kiválasztotta, igen, jót választott ki, igen, még egyszer megnézem, nem óvodás szintre akarok lemenni, de ezt nézd meg kétszer, mert könnyen előfordul, hogy azonos méretű lemezed van, például, mert oda ki van írva, hogy 120 GB, és van belőle kettő, esetleg az egyiken a fontos doksik, a másikon a telepítendő média van, azaz gyakorlatilag amire telepíteni akarsz, és amin a doksik vannak, ugyanúgy néz ki, ide kírva, azért jobb, hogyha megnézed, hogy melyikre tolod fel, mert hogyha feltelepítesz valamit, akármilyen rendszert, Windowsnál is így van, oda, ahova neked nem kellene, természetesen utána nem fogod visszakapirgálni a doksiaidat, a fontos dolgaidat, nagyon figyelj, azaz a lemez törlésére bökünk, és megnézzük, hogy törölni fogja, igen, és akarunk-e swapot, vagy nincs swapunk, illetve hibernálással nincs hibernálás. Nyilván a hibernálás, illetve nem hibernálás a te döntésed, hogy szeretsz vagy csinálsz ilyet. Ha nem tudod, hogy miről van szó, akkor hibernálással fogod választani. Miért? Mert itt nem azt fogjuk mi csinálni, hogy hát valami fontos dolgot eldöntünk, és ilyen elméleti sikon gondolkodunk, hanem eldöntjük, kell swap? Kell. Mindenképp kell swap. Ha neked nincs tárhelyed arra, hogy legyen swap, akkor a memóriád is kicsi, ami pedig azt jelenti, ha a memória kicsi, akkor kell a swap. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, régi kisebb gépeknél valóban érdemes rááldozni. Hogy neked a swap külön partícióra kerül, vagy pedig egy swap fájba, az a te egyéni döntésed. Ha rám hallgatsz, és a kényelem okán a swap fájlot választod, mert akkor nem egy partíciót, tehát nem egy lemezrészt választ le erre a feladatra, a lapozó területre a rendszer, hanem egy fájlt hoz létre. A fájl méretét bármikor meg tudod változtatni. Volt a honlapomon a cikkerről, gyakorlatilag pár parancs beütésével meg tudod változtatni kisebbé, vagy nagyobbá tudod tenni, azaz a swap fájl kényelmesebb, de ha neked más a véleményed, természetesen létrehozhatsz swap partíciót. A swap partíció nincs hibernálás. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ő eldönti a memória méreted szerint, hogy szerinte mekkora jó az a swap, és milyen méretet szeretne létrehozni a másik hibernálással. Ez egy alsó korlátot ad a swap méretnek, azaz legalább akkora swap fájt vagy swap partíciót hoz létre, mint a memóriát, mert hogyha a swap partíció kisebb, mint a memória, akkor nem tudja kérni hibernáláskor a lemezre a tartalmát, és le fog fagyni neked a géped. Erre mindenképp nagyon figyelj. Miután eldöntötted ezt a fontos kérdést, a következő kérdésekkel választ adnod, milyen partíciót szeretnél. Ha nem tudod, hogy miről beszélek, X4. Jó? Van X3, az egy régebbi, én javaslom az X4-et, mert gyakorlatilag aki X3-at használ, az tudja, hogy miért használja, és erre ő felkészült. A másik, a BTR az nyilvánvalóan olyanoknak való, aki tudja, hogy mi ez. Erre nem akarok kitérni, ha nem tudod, nem olvastál utána, akkor az X4 jó választás lesz. Nem kell variálni, nem kell túl gondolni, főleg ha kezdő vagy, mindent, amit lehet, alapállapotban, alapállásba kell hagyni, hiszen az általános megoldásokat szokták alapverzióba berakosgatni, tehát a választásod egyszerű, rábízod a szakemberre. A manuális particionálást nem használjuk. A rendszer titkosítása. A rendszer titkosítása fontos dolog, el kell döntened, hogy az egész rendszer le legyen titkosítva, azaz egy jelszóval tudsz pluszba belépni, és kívülről sem fognak hozzáférni a partícióhoz, azaz ha kiveszik a gépedből a merevlemezt, és beteszik egy másik gépbe, akkor nem tudnak felülről, hogy így mondjam, ránézni, mint mondjuk egy akármilyen lemezre, nem férnek hozzá, hanem csak a titkosított, zagyva dolgokat látják. Úgy zagyva, hogy ők azt látják, de nyilvánvalóan a jelszó megadása után ez feloldódik. Azaz ezt el lehet dönteni, én azt az utat követem az egyszerűség kedvéért, hogyha van egy
Telepítésem nem titkosítom le, hanem a doksikat titkosítom, amelyikhez senkinek semmi köze, azaz azt a részt titkosítom le, ami valóban kényes anyagokat tartalmaz. Nyilvánvalóan ez nem a legbiztonságosabb dolog, mert a titkosított fájlrendszer az, ami ideális, de maradjunk annyiba, hogy használati gépen nem biztos, hogy ezt én is szeretném. Miért? Mert hogyha a fájlrendszerhez hozzáfér valaki az én gépemen, azaz a jelszomat megtudja, akkor a titkosítási jelszavamat is megtudhatja, azaz nem sokat ér vele. Én általában azt követem, hogy nincs titkos fájlrendszerem. Oké, és a rendszer betöltő helye nyilvánvalóan a rendszer partíció, ne telepítsen rendszerbetöltőt, na hát ezt nem választod, oké, mert balhé lesz, illetve természetesen kiválasztod az MBR-t, és utána rábögsz. Ha nem tudod, hogy mi, micsoda és hogyan, itt is azt követjük értelemszerűen, hogy a alapbeállítást fogjuk használni. Következőre bökünk, ennyi, igaz? Mi a neved? Az én nevemet megadjuk, titkos nevem van, felajánl egy darab akármilyen nevet, amit a te nevedből generál, kap egy gépnevet, ezzel nem kell törődni, bármilyen gépnév jó, amit ő ide legenerál, gyakorlatilag akármilyen név beírható ide. A jelszót meg lehet adni, én most bemutatásra a három darab A betűt fogom váltani, és megint három darab A betű. Ez nagyon egyszerű. Igazából mindig el szokták mondani ilyen videó után nekem, hogy a három darab A betű nem biztonságos. Az, hogy egy QEMU-ba futtatott, lehet, hogy holnap már letörölt image, az micsoda, milyen jelszóval védem, maradjunk annyiba, kutyát nem érdekli. Ugyanaz a jelszó, itt is egyértelmű, jelszó megkérdezése nélküli automatikus bejelentkezés felejtős. Felejtős, ennek két oka van. Az egyik az, hogy több ablakkezelőt telepítettünk, tehát a jelszó választáskor, jelszó megadáskor így pontosabb, kiválasztjuk a indítandó ablakkezelőt, azaz ezt a lépést itt nem nagyon lehet kihagyni, illetve én nagyon-nagyon nem kedvelném azokat a gépeket, ahogy elindul, és utána bebootol, és rögtön megkapja a rendszert, mármint a Linux rendszert, és be tud lépni, illetve nem is be tud lépni, hanem automatikusan megnyílik neki a ablakkezelő, automatikusan elindítja a rendszert. Nem, ehhez jelszó kell. Az, hogy te adsz egy jelszót, ami mondjuk 8-10 karakteres és villámgyorsan begépeled, az nem olyan sok idő, mint annak az elvesztése, hogyha valaki úgy viccből bemegy a gépedre, mert bemegy, mert nincs jelszó, és utána a viccből kitörölget egy-két dolgot. Nem kell rossz indulatnak lenni, csak hozzá nem értésre megnyom egy-két delete gombot, aztán eltűnnek a dolgait. Nem jó az. Jelszó kell. Még egy családi gépenél is érdemes szeparálni a családtagok hozzáférését. Logikus, ezért használunk Linuxot. Ugyanaz a jelszó használata, természetesen ugyanazt a jelszót szeretném használni ebben az esetben a rootnak és saját magamnak, azaz ne kelljen már kettő jelszót megjegyezni, nem minthogyha nagyon kellene, de saját gép, értelemszerűen így dönt az ember, le fogja írni az összes dolgot, ami összefoglalásként működik. Egy kicsit az ablakot mozgatnom kell, miért? Természetesen, hogy a telepítés gomb előkerüljön, lehetett volna más felbontást választani, elindul a telepítés. Miután elindult a telepítés, nincs más dolgunk, csak várunk. Gyakorlatilag itt nem csomagok számát írták ki. Miért? Mert ez ide is van írva, hogy fájt rak ki ennyit. Nem kell megijedni, hogy 304.104 darab csomagot felrak. Tudom, mindenki arra hajt, hogy minél kevesebb csomag legyen fent a gépén, én azt mondom, hogy hát bizony, ez is egy jó irány, de én azt gyakorlom, az legyen fent, ami kell, csak is az, de az mindenképp fent legyen. Majd megnézzük azt a méretet, hogy mekkora egy alaptelepítés, azt hiszem 3 darab, bár ezek elég kicsi, ablakkezelővel nem lesz olyan nagy, nem kell megijedni a 304.104 darab fájtól. Az unalmas részt kivágtam, miután lefutott a telepítés, újra kell indítani a rendszerünket, de mielőtt újraindítanánk a rendszert, mindenképp menjünk fel a GitHub oldalra, vagy még telepítés előtt is, és nézzük meg a gyors billentyű kombinációkat, ezeket érdemes kimásolni,
és kinyomtatni kezdőknek főleg azért, mert idegen, haladóknak főleg azért, mert elég sok olyan gyors billentyűt használ, ami igazából nem a megszokott. Nem a megszokott, vagy legalábbis általam nem megszokott összetétel. Lényeg, az alapbeállítások, ezek gyakorlatilag egyrészt az alapprogramindítások, másrészt az i3-hoz tartoznak, és a többi ablakkezelőhöz a speciális gyors billentyűket is megtalálod itt, azaz kényelmesen kinyomtatva utána nem lesz probléma, hiszen láttuk azt, hogy van egy panel, amiben a fő billentyűk ott vannak, de azt el fogjuk tüntetni, mert zavaró lehet számunkra, azaz a Kitty. Visszamegyünk, elindítjuk az image-et. Image indításkor, tehát a telepítésünk indításkor észre lehet venni, hogy gép kikapcs, újraindul, haladó és az axil indításra van lehetőségünk. Szép, korrekten összeállított dologgal, azaz nem az a szokásos terminálos betű kiírogatás, hanem egy szép felületet kapunk. Belépünk, Laci jelszava, nagyon titkos három darab A betű, és itt kiválaszthatod azt a felületet, azt az ablakkezelőt, amit szeretnél. Nyilván én az i3-at fogom, azt ismerem, azt szeretem. Van lehetőség több kiválasztására is, mármint úgy értem telepítéskor több kiválasztására is, és feltelepítésére is. Ha csak azt szeretnéd kipróbálni, hogy a BSPVM vagy az X-Monad i3 egyéb milyen, akkor itt kiválaszthatod, ha feltelepítetted i3, és leenterezem a jelszót, és rögtön fel is dobja a képernyőt. Indítás után a megszokott képernyőt kaptuk, tehát nehogy valaki csodát várjon, hogy itt aztán most mást fog kapni, mint amit telepítés előtt láttunk. A szép összetétel, szín összetételt kaptuk, oldalt a panel, illetve felül a panelok megvannak. Ugyanolyan, tehát nem grafikus indító felületet, start menüt kapunk, ide beírod a program nevét és működni fog. Gyakorlatilag ezt majd el fogjuk tüntetni, de először indítsunk el mondjuk egy Firefoxot, a Windows, Shift és a W gondolom valami egyéb okok miatt azt választották, megvan, elindult, szuper, működik. Indítsunk is el egy Tunart, az egy fájkezelő, nagyon egyszerű, megnézzük mi az. A Windows Shift F és el fog indulni, nem kell megijedni, nem lesz itt semmi gond, elindul, csak másik asztalon, rákattintunk, odaváltunk. Asztal váltás természetesen megoldható, úgyis, hogy gyors billentyűt használunk, de mivel videót rögzítek, a kezem rajta van a egéren, gyakorlatilag így rábökve kényelmesebb, tehát itt tudunk váltani a futó processzek között. Nagyon kényelmes. Na hát mi az, ami nem kényelmes? Az nem kényelmes, hogy ez fölötte van. Gyakorlatilag az asztalnak egy részét elfoglalja. Az első 5-10 perc után már ezek alapból ismertek lesznek, illetve, hogy az elején mondtam, már ki is nyomtattátok ezeket, vagy felírtátok, vagy megjegyeztétek, teljesen mindegy. Ezekre nincsen szükség. Az, hogy axilt használunk, meg Laci a neve, meg 4 perce megy a felület, azzal nem fogok én előbbre jutni, azaz ezt be fogom csukni. Hogyan tudod becsukni? Hát kattogtathatsz, nem fog becsukodni, ennek megvan a trükkje, szerkeszteni kell. Edit config, Alt-E, és elindul. Egy felület, nagyon pofás és jól összerakott felület indul el. Ez a választópaneles megoldás ismert máshonnéd is. Itt nagyon összehozták a színeket, a kinézetet, egyébként, tehát ugyanúgy, mint a magyar ácsán. Odafigyeltek, hogy amit kiadnak a kezükből, ne egy trágya munka legyen, összedobott munka. Azaz, hogyha valakinek ez a színe nem tetszik, legyünk őszinték, ízlések és pofonok, de azt elmondhatjuk, hogy a színharmonizálás és a programok összeállítása olyan, hogy nem randa. Összeillik minden program, ami alapból települ, az össze van hozva arra a színharmóniára, amit telepítettek, és ez nagyon jó, mert odafigyeltek. Na hát mit szeretnél beállítani? Értelemszerűen nem az Alacritivel fogunk kezdeni, hanem autostart. Autostart, rábökünk az autostartra, nem ijedünk meg, nem tűnt el, csak másik asztalra van kiteggelve, oda van rendelve, meg is jelenik. Na hát az első pillanatban mindenki frász kap ettől, értelemszerűen, hiszen mit látunk? Hát ez bizony egy Vim, vagy NeoVim, akármelyik Vim lesz szerintem, de igazából meg kell tanulni. A NeoVim, NVim,
a Vim vagy a VI használata alap. Ha te termináros felülethez, azaz úgy mondom ablakkezelőhöz ragaszkodsz, és azt szeretnéd, akkor a legegyszerűbb, hogyha NVim, NeoVim, vagy Vim, vagy a VI, vagy egyéb ilyen terminálos cuccot megtanulsz, ami körülbelül egy fél óra, hogy az alapokat összeszed, és utána tudsz ezzel dolgozni. Mi az, ami nekünk jelen pillanatban nem kell leföl billentyűvel léptetek, nekem ez kényelmesebb, mint a HJKL billentyű. Itt van egy olyan, hogy indítjuk a Concave cuccot, tehát ezt nem fogjuk most indítani, kitegeljük, azaz azt mondjuk, hogy insert módba átlépünk, I betű lenyomásával, A betűt is lenyomhatsz, akkor egy karaktert odébb ugrik a kurzorot, tehát mind a kettő jó, kap egy hashtaget, ez is kap egy hashtaget, meg a konki is kap egy hashtaget, biztos, ami biztos, ezek a cuccok ne induljanak, oké? Ne induljanak, megnyomjuk az ESC gombot, a kettős pontot, itt lehet látni egyébként, a V-t, hogy write, írt ki a fájlba, a Q-t, hogy ki is akarsz lépni, és Enter. Szent Isten, semmi nem történt. Nagy balhé van, elromlott a gép, ki kell dobni? Nem. Ide ki van írva, hogy reload, tehát újra olvassa be, újra töltse be a konfigurációs fájlokat, az a Ctrl, Shift és R, billentyűvel, és már látni lehet, hogy azon kívül, hogy panaszkodik, hogy nem találja a floppy lemezt, bent van a floppy lemez, természetesen valami miatt a QEMU mindig csinál valami PTNR kis floppy lemezt, és hogy azt észreveszi, hogy az, hát az nincs, akkor kijelzi, de lényeg az számunkra élőgépen értelemszerűen ilyen nem lesz, de az a lényeg eltűnt. Ennél többet nem fogok tudni mondani róla, hiszen egyértelműen kaptunk egy darab felületet, ami nagyon szépen működik, be van állítva a szín, alapprogramok vannak, a paru megy rajta, a paru igen megy rajta, és gyakorlatilag egyéb teendőnk nincs, megismerni a billentyű kombinációkat, megismerni a rendszert, és kipróbálni. Miért? Mert gyakorlatilag csak úgy ismerjük meg. Azt kell mondanom, nagyon megtetszett ez a rendszer, akár a szín összeállítása nagyon kellemes, akár a felrakott csomag méretek, csomag mennyiségek, inkább így mondom, program mennyiségek nagyon kellemesek, mert megtalálták azt az egyensúlyt, hogy felrakunk egy darab grafikus fájlkezelőt kell. Valljuk be, aki kezdő, annak egy grafikus, akármilyen fájlkezelő kell, mert azt szokta meg, felrakták a Ranger-t. Hát szuper jó gyerekek! Fölraktak egy Ranger-t, akinek éppen a grafikus felület nagyon undor, annak ott a Ranger. Indítsunk is egy Alacrity-t, Alacrity és elindul, oda megyünk, és beírjuk, hogy Ranger. Szuper! A Ranger is be van állítva, lehet látni, nagyon szépen oldalt megjelennek a három panelos, úgyis tudjátok, én ezt a panelt kiszoktam kapcsolni, de ez itt jelenleg teljesen mindegy, három panelos megoldással oldalt megjelennek a kiírások, tehát bele tudsz nézni a fájlokba. Nézzük is meg, hogy be van-e állítva mondjuk a VimRC-hez, mint szövegfájlhoz a szerkesztő, a Vim, és be van állítva Enter, ez fontos, odafigyeltek, beállították, és itt is, ahogy az előbb mondtam, értelemszerűen látni, hogy szép harmónia, az egészen összeharmonizáló beállításokat kaptunk, azaz nem egy gány munka, mindenre figyeltek. Na, ebből villámgyorsan én kilépek, hogyan lépünk ki a Vimből, NVimből, ezt megnyomjuk akármilyen módban vagyunk, még ha normál módban vagyunk, szokjuk meg kilépés előtt, vagy parancsori beírás előtt, ezt megnyomjuk, és akkor nem piszkítjuk össze kettős pont WQ-val esetlegesen az írásunkat, azaz ESC megnyomás, kettős pont Q, a V azért nem kell, mert nem változtattunk rajta semmit. Ha változtattunk volna, és nem szerettük volna a változtatást elmenteni, akkor kettős pont Q, felkiáltó jellel lépünk ki, a Ranger-t be fogom csukni, azaz elmondhatjuk, hogy szép felületet kaptunk, nekem nagyon megtetszett, gyakorlatilag mindenkinek jó szívvel merem ajánlani, na hát bizony leállítjuk a gépünket, quit, és kilépünk. Nézzük is meg, mekkora image-et hoztunk létre, azaz a telepítés mekkora. Alap telepítés, semmit nem raktunk rá, természetesen van egy swap fájlunk,
egy kicsi swap-fájlunk, az 8,6 GB viszonylag kicsi telepítést kaptunk. Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogyha nem sok programot szeretnél felrakni, vagy esetleg csak tesztelni élő gépen, tehát reál gépen, natív telepítéssel, egy 10-15 GB-os partíció teljesen megfelelő, ennek a telepítésére nem kell alap esetben több. Ha már használni is akarod, az a 20-30, 35 GB-os telepítés mindenképp elvárt, hiszen ha felraksz egy csomó programot, és még dolgozni is akarsz vele, akkor természetesen nagyobb kell, illetve hát, hogyha folyamatosan tisztítod a rendszeredet, akkor egy 20 elegendő, de én inkább a 30-35 mellett szeretném letenni a voksomat, tehát egy 30 gigás, 35 gigás telepítés nagyon szépen hozza a formáját. Ebbe természetesen nincs bent a dokumentumkönyvtár, a letöltött dolgaid, meg egyebek, ez a rendszernek adott minimális méret véleményem szerint. Összefoglalnám, miről volt szó. Az Axil jól dokumentált, gyakorlatilag a jól dokumentáltság itt azt jelenti, hogy leírják azokat az alapvető dolgokat, amire neked szükséged van. Mi az, ami nagyon elriassza az embereket az ablakkezelőktől? A gyors billentyűzés. Nem szeretik a gyors billentyűket az emberek, nem tudják a gyors billentyűket alapból. Ők leírták neked egy listába, fogod, kimásolod, és utána egy papíron ott van az orrunk előtt, és használni tudjuk. Tehát nem kell keresgélni, nem kell konfigurációs fájlokba turkálni, hogy ezek kiderüljenek. A rendszer gyorsan telepíthető, gyakorlatilag a legnagyobb döntések az, hogy hova kerüljön, máshol is így van. A swapot hogyan szeretnéd ellátni, beszéltem róla, illetve a legnagyobb döntés, hogy melyik ablakkezelőt szeretnéd felrakni. Több ilyen kisebb disztribúcióval ellentétben itt fel tudod rakni az ismertebbeket is, például az i3-at, BSPVM-et, ha az neked tetszik. De bekonfigurálva kapod az programozás szempontjából, változtatás szempontjából, beállítás szempontjából összetettebb DVM-et, X-monádot, tehát megkapod azt a lehetőséget, hogy különösebb beállogatás nélkül ki tudj próbálni egy ablakkezelőt, hogy tetszik, nem tetszik, tudja azt, ami kell neked, vagy nem, el tudod dönteni. A felület kinézete, ami egyébként fontos dolog, illetve használhatósága jó. Azt kell mondanom, nagyon jól eltalálták a színeket, persze ízlés dolga, hogy kinek tetszik, kinek nem, de ezen lehet változtatni, de hát nem is ez a téma. Gyakorlatilag egy szép felületet kapsz, ami jól dokumentált billentyű kombináció ügyileg is, és nem okozhat senkinek semmilyen problémát a telepítése és az alap használata. Azt kell mondanom, hogy a rendszer jól összeszedett, azaz megkapjuk a böngésző, grafikus fájlkezelő, egyéb ilyen gondolatokat, tehát nem nagyon szikár, de jól használható felületet kapunk. Megvannak benne a programok, odafigyeltek, hogy kezdőnek ne legyen problémája, mert hogyha felteszel egy scripttel, akár az Arch Install scripttel egy rendszert, abból sok minden fog hiányozni, mert feltételezik, hogy te azokat be tudod állítani, ők itt ezt megtették helyettünk. Feltették a Firefoxot, a kezelőt, fájlkezelőt, és tudod használni, el tudsz indulni. Az, hogy utána meddig jutsz el, vagy fent marad a gépeden, az teljesen a te döntésed. Én azt mondom, hogy kipróbálásra érdemes disztribúciót sikerült bemutatnom, nekem az az igazság, a szívem csücske a Magyar Arch, de összevethető a Magyar Arch telepítéssel, ugyanolyan könnyű. Beállítása is ugyanolyan jó, színharmóniája ugyanolyan jó, tehát a Magyar Arch-sal összevethető, vele konkurens, hiszen kettőt egyszerre nem tudunk telepíteni, vele konkurens rendszert sikerült összeszedegetnem, nagyon megtetszett, egyébként én rögvest rá is tettem a telepítési médiámra, hogy a későbbiek folyamán a Magyar Arch-sal telepítem, vagy a Kalam installal, az mindig kérdés, de ott van a telepítő médiámon, és akkor ki tudom választani telepítéskor azt az isót, amiről szeretnék telepíteni. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és mindenkinek jó próbálkozást kívánok, sziasztok!